figyelem! Felvétel lesz! Indítok! Székesfehérvár lassan hozzászokik már a filmesekhez. Az utcákon éppen most vonulnak a fehérvári huszár. Ezt a múlt századbeli légkört Marton Endre Kossuth díjas rendező és Hildebrand István operatőr keltette életre a Katona zene című film felvételeihez. Az Egyesített Tisztiskolán a Jupiter lámpák vakító fénye és a felvevőgépek lencséi ezúttal egy új televíziós film, az Illés Béla regényéből készülő honfoglalás felvételeire irányítják az érdeklődést. Mihályfi Imre rendező és Hildebrand István operatőr irányítja az érdekes, sok katona alakot megelevenítő játékfilm felvételeit. Találsz itt néhány DVD-t, akkor már tegyünk egy érdekes DVD-t, belszórakozunk. Szóval melyiket akarod például? Szívem szerint egy Chaplint kéne röhögjünk egyet itt. Na, hát mindegy, hogy mit teszel. Nyújj be, hát egy jó DVD-t valahol. Itt van Casablanca. Hát ennél gyönyörűbb filmet úgyse tudsz. Még mintának sem. Parancsolj. Nekem is vannak ilyen, mint Casablanca-s, sőt, van olyan részletem is, aminek kimondottan a Casablanca volt a modellje. Azt imádtam. Melyik? Hát azt tudod, meghalt 50 ezer ember, nem történt semmi, csak meghalt 50 millió ember. A Kálmán Gyuri énekli az utolsó vacsora című filmben. Ó, bepompás, fényes este lesz, meghitt szép családi ünnepel. Remélem nem hallották a dánoszok a gyomrok korgását, az ágyú szót. Él a nagy cég, ez a fontos, virágzik és termel. Nem történt semmi, nem történt semmi, csak éppen meghalt 50 millió ember. Tudj, jó, akkor add a kezembe. És én meg összerakom. Itt van, akkor ez nem kell, dobtod a fenébe valahol, vagy ide már itt lesz útba. Azt tudod, hogy van itt egy statív, a múltkor itt hagytak a pluszról. Már el akartam adni. Hát jó pénzért. Mondom, nekem nem kell, én nem veszek. Bár nem veszek a kezembe a kamerát, attól statívra még tehetem. Tehát vannak ilyen felmentő gondolataim. Amelyik a kedvencetek. Én mindesetre aktivizálom a dolgot. De ha szívességet akarsz tenni, akkor soha többen ne ejtsd ki egy dokumentumfilmben, vagy egy portréfilmben azt, hogy most jó itt a fény, meg most maradjunk itt, mert itt a fény, meg most behúzom a függönyt, mert nem olyan a fény. Szóval kimélj meg ettől, és próbálj a lelkemmel foglalkozni. Szoktunk találkozni este is, amikor nem a napfényt figyel. Szoktunk, de hát most éppen nappal hát, van. Hát most itt be tudok én is kapcsolni, ide-oda, vagy ilyen kis lámpa, akkor foltokkal tudunk föltenni. Világítsuk be ezt estére. De hát egyetlen egy darab 500 wattos lámpa. Az van. Lesz a kamera mellett derítő fényként. A többi az nem érdekes, a többi az már olyan lesz, amilyen. Na jó, figyelj ide. Ide fordítod. De ne engem nézzél, majd én most oda fogok ülni, és majd ott nézed, hogy csak élfény legyen ebből. És az a háttér. Tehát arrébb is mehetsz. Csak élfény legyen. Meg hagyd bebukni. Majdnem, hogy sziluettek leszünk, és csak az legyen a háttéren. Menj lejjebb, és kész.
Ilyenkor mindig az jön eszembe, hogy mindig irtóztam ezektől a portréfilmekből, hogy én már gyerekkoromban éreztem. Tehát nem éreztem, figyelj ide, én furcsa módon jöttem a világra. Egyáltalán is, hogy a világra jöttem, anyám akarata ellenére. Nem fogod elhinni, a mai napig se tudom, ki volt az apám. Én szerelem gyerekként születtem, vagy talán nem is tudom, lehet, hogy nem is szerelem, nem tudom. Tehát Pesten születtem, de egy nagyon kicsi kis faluban, talán 300 lakója volt, Felsőcsatárnak hívják, Vas megyében, közvetlenül az osztrák határszélen. Hát ebben a faluban nagyapám nevelt fel, én pedig horvátul tanultam meg beszélni. Hát anyám évente vagy két évente egyszer, ő Pesten dolgozott, és hát évente egyszer, ha találkoztunk, de hát nem maradt emlékem, tehát anyai emlékem nem maradt ebből az abszolút ifjúkorból, hanem éltem a zabi gyerekeknek abban a kisfaluban, hát nem kellemes életét. A privát életünkben, meg az iskola nagy részében is horvátul ment a izé. Tehát én 10 éves koromig gyakorlatilag annyit tudtam magyarul, amennyit az iskolai kötelező magyar óra nevezetű izé. Hát amennyit körülbelül most tudok, mit tudom én, angolul. 38-ban anyám férhez ment, akkor felhoztak Pestre. Na de így sem változott a helyzet, mert hát ugye itt is egy sutyó parasz gyerek voltam, főleg horvátul tudtam kifejezni magam. Háború utáni roncs állapot volt, Budapestet szétlőtték. Tehát nem voltak iskolák, nekem ki elmaradt az érettségi vizsgám, és helyette volt a felvételi vizsgám, de a következő évben. De akkor ezek szerint már tudtad, hogy operatőr akarsz lenni? De hogy tudtam, semmit nem tudtam. Hát és sétáltunk a tétlenségbe. Mentünk a krumpli után, a krumpli osztogatást figyeltük a körúton, meg itt-ott, akkor már ugye szekereken tolták a butorok, a butoroncsokat, meg olostanak krumplit, akkor mentünk arra felé. Találkoztam egy iskolatársammal, ki ment a körúton, a József körúton, azt mondom, hova mész? Azt mondja, megyek a Színi Akadémiára. Akkor még úgy hívták, Színi Akadémia. Á, mondom, én nem megyek mindenki. De gyere, hát mindjárt végzünk, aztán dumcsizunk egy jót. Hát elmentünk, és tömegével álltak ott a jelentkezők, mindenfajta űrlapokat töltögettek ki, meg a fogalmam sem volt, hogy mi ez, hogy hol van. Én moziba sem nagyon voltam, már volt mozi már akkor a környezetemben, de nem érdekelt. Nem, fogalmam sincs, hogy pláne akadémia, meg ilyesmi. Leültem az előszobába, és ott, tudom, Sötét bácsinak hívták, ő volt az iskola, szóval egy ilyen sapkája, meg egy ilyen köpenybe ült ott az izébe, és 10 óra izott. És nagyon éhes is lehettem, mert nekinált szurkát ilyen kis katonákkal, meg ezt a gyerek kap be. És azt mondta, miért nem jött be? Hát mondom, én nem akarok színész lenni. Azt mondta, nem kell színésznek lenned, hát legyél valami más, legyél filmes. Mondom, az mi? Azt mondja, de legjobb, ha az operatőrt választod, mert ott kérdeznek a legkevesebbet. Hát mondom, ez való nekem, ez kell. Addig rádumált, hogy töltsek ki egy űrlapot. A poén az, hogy a barátomat nem vették föl színésznek, engem, akinek gőze nem volt, hogy hol vagyok, vagy mi van, fölvettek operatőrnek. Hildebrandt is, tehát te kitől tanultál filmet fényképezni? Hegyi Barnabás volt a osztályvezető tanárom, de tulajdonképpen ő nagyon elfoglalt operatőr volt már abban az időben, és aztán az ő tanársegédje volt a Fejér Tamás. Tulajdonképpen mindenfajta ilyen szakmai ismeretet
gyakorlatilag a Fejér Tamástól és a Hegyi Barnától tanultunk. Főiskolán megtanultam az operatőri mesterséget, ami nem technikai ismerettséget jelent, hanem azt, amit a képek mögött ki kell fejezni. Fejér Tamás arra tanított meg, hogy soha ne avval foglalkozzak, ami technika, hanem avval, hogy mit akarok kifejezni, mit akarok elhitetni, vagy mit akarok eltitkolni a nézőtől, vagy mire akarom felhívni a figyelmét, mivel tudom segíteni a színészt, mivel tudom segíteni a rendezőnek a szándékait. Azóta ugye világklasszissá emelkedett Valahol Európában című filmet, ugye a Barna fényképezte, és mi a főiskolás osztály részt vehettünk a forgatáson, mint főiskolások. Tehát ki ilyen, ki olyan, ki amolyan feladatokkal, vagy semmilyen feladattal, csak jelen lehetett, tehát nézhette, bám, de mindenki mindenfajta feladatot el tudott, el akart és szeretett elvégezni, mert jelen voltunk valami csoda születésénél. Ebből csináltam ilyen verkfilmet, hogy is készült ez a film. Unni a filmgyár csendes udvarát több száz gyermek lepi el, hogy a Radványi Géza filmrendező válogathasson közülük a Valahol Európában című mafírt filmhez. Engem nem nagyon viseltek el a főiskolán, mert én egy nagyon kis butáska fiúcska, palasz gyerek voltam, aki úgy belekeveredtem ebbe a prancsba, akik hát nagyon okos úri házakból származó legénykék voltak, és hát Marx Lenin eszméi nevelkedve hát uralmi helyzetben is voltak fölöttünk. Budapest 9. kerület, Könyves Kálmán körút. Az egykori HDF, majd Budapest filmstúdió. Most ez a kettes telep. Zömmel itt készülnek a magyar rövidfilmek. Hát én 50-ben végeztem a főiskolát, de 49-ben engem már, tehát az utolsó évre már a Könyves Kálmán körúti híradó és dokumentum filmgyárban alkalmaztak, híradó operatőrként. De nem nagyon volt kamera, egymás kezébe adtuk a háborúból, még megmaradt ilyen-olyan-amolyan eszközöket. Volt köztük egy-két megmaradt és különböző hát roncsokból, meg eszközökből megtoldott ilyen bakelit kazettás, ilyen Aliflex, egyet-kettő. Hát ugye ezek háborús eszközök voltak, roncsok, de voltak viszont háborúban megsérült különböző ilyen egységek. Végül is találtam egy régi összeroncsolt fotógépnek egy Leica roncsát, objektívjét. Találtam egy hajszárító gépnek a motorja, amivel a hajat fújták, de pörgött. Végül összehordtunk egy olyan kis kézikamát. Az volt a baja, hogy a motor szikrázott, és állandóan lepörzsölte itt a hajának, olyan dús hajam volt, hát itt látszik is. A Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottsága nagy fájdalommal értesíti a pártot és a Szovjetunió minden dolgozóját, hogy március 5-én este 9 óra 50 perckor elhunyt Josif Visszárionovics Sztálin. Sírtak az emberek az utcán, ültek az utca sarkán és zokogtak, és hát elment az Isten. Én
mint a Magyar Filmhíradó tudósítója, akkor még nem volt tévé, csak a Magyar Filmhíradó volt, minden héten egyszer jelent meg, nagyon ritka események történtek, akkor hetenként volt egy külön kiadása. És ezt minden játékfilm előtt vetítettek híradót. Ilyen rettenetesen honvágyas pasas vagyok, tehát soroksáron már sírok a honvágytól. Szóval látták, hogy nehezen viselem, és aztán kivittek egyszer a filmgyárba. Néhány hét múlva, valamilyen véletlen folytán úgy jött össze a dolog, hogy találkoztam a Eisenstein híres operatőrével, Eduval, hát Eduard Tiszével, de hát mit csak Edunak hívott, és ő pedig engem Hilda, nem tudtak, nem jött a Hilda. Pont akkor forgatta az Ezüst színű por című filmet, és akkor meghívott, hogy hát nézd, egy napot töltsek ott vele. Találkozás után, aztán ugye ez ilyen barátsággá, vagy barátság fél évé alakult, mert hol a lakásán jöttünk össze, hol a filmgyárnak a vezetőjében, de a lakásán főleg, hát azt csináltuk, amire itt, de is itt állandóan forszírozott, hogy képeket néztünk. Tehát azt elemezgettük mindig, hogy a gyújtótávolság és a perspektívák milyen módon változnak, és milyen módon befolyásolják az emberi látásmódnak az agyra gyakorolt érzelmi hatását. Tehát nagynak látni valamit, vagy 20 embert úgy láttatni, hogy az 200 vagy 300 ember. Fogalmam sem volt, hogy nekem az életben valaha is ezekről a tapasztalatokról, vagy ezekre szükségem, vagy sem. Híradó operatőr voltam, tehát a híradósnak a mai napig bezárólag függetlennek kell tudnia maradni, függetlenül a történelem számára rögzíteni kell az előtte zajló eseményeket a saját maga magatartása, hitvallása vagy akarata ellenére. Mi hősöket mentünk el fényképezni az adott pillanatban, de ezek a hősök ugye a történelem egyéb fordulatai folytán, meg az események folytán áldozatokká váltak. És akkor itt jön az operatőr felelőssége, hogyha én nem objektív lesznek, nem lenne meg ez is, meg lenne meg az is, tehát hogy látható legyen, hogy én nem szelektáltam, nem válogattam az eseményekben, hanem a történéseket, Sztálin ledöntésétől kezdve, nem tudom, mit fotografáltak össze a izék, ezek nem lehet személyhez, nem lehet az operatőr személyéhez kötni. Ez a történelemnek adott ajándéka egy-egy embernek, aki fényképezett, aki részt vett, stb. Tehát az objektivitás ez az egyetlen mértékegység és mérték. Ez az ítéletnek egyetlen mértékegysége lehet. Lett valami következménye annak, hogy te 56-ban kim voltál az utcán? Politikai? Igen, hát nem csuktak be, nem neve, de megpróbálták tudni, hogy milyen alapon tudnának a felvett anyagok birtokában, hogyan tudnának nevekhez jutni. Ez volt a célja az akkori államvédelemnek. Tehát, hogy nekünk feltételezték, hogy mi a csatában, meg a izében, kezünkben a kamerával, válunkon a 8 vagy 10 kilós akkumulátorral, még jegyzetfüzetekkel, ceruzával felveszük, aztán le a földre, lerohanunk valahova, mert padlásokra, vagy nem tudom honnan fényképpen, lemegyünk és megkérdezzük, hogy elvtárs a nevét legyen szíves. Tehát képtelenség, tehát aki már látott egy híradó operatőrt abban a korban, azt tudja. Ezt aztán végig kísért az életemben. Vagy így, vagy úgy. Először azért, mert azt fényképeztem, amit is elvittem oda, ahova nem kellett volna. Ezt másodszor meg azért, hogy tudom-e, hogy hány sírbortért vagyok felelős. Tehát ez mai napig is kísért az életemben. A
még a tartott a forradalom, még sztrájk volt, tehát az ország még nem dolgozott, minden állt az országban hónapokig, kijárási tilalom volt Pesten. És akkor valahonnan utasítást kaptak, hogy kell csinálni egy olyan filmet, ami zenés film, nem politizál, tehát ezt az országban eluralkodott depressziót leküzdendő kell csinálni egy zenés filmet. Készül a Gerolsteini kaland, a férfi főszereplő Darvas Iván. Szaktanácsadó Kárpáti Rudolf olimpiai kartbajnok. Élete első filmfőszerepét játssza Házi Erzsébet, az Operaház énekesnője. De Hildebrand István operatőrnek is ez az első játékfilmje. Még egy rövid utasítás, és Farkas Zoltán rendező indítja a következő jelenetet. Operatőr szobából szólnak, hogy Hilda, gyere föl! És akkor az Zoli azt mondja, te Hilda, figyelj ide, te már annyi mindenféle ízét csináltál itten. Aztán kellene próbafelvételt csinálni itt a művésznőről. Hát jött az első vetítés. Szóval ott azon a vetítésen el is dőlt, hogy engem bíznak meg avval, hogy fényképezzem ezt a filmet. Így lettem játékfilmoperatőr. Januárban közölték, akkor a film felénél tartottunk, hogy siessünk, közölték a rendezővel, a gyártásvezetővel, meg velem beírtak hármunkat pártirodára, és mondták, hogy igyekezzünk, mert áprilisra a Darvas Ivánnak be kell vonulnia a börtönbe. Még el sem volt ítélve. És még azt is tudták, hogy mi lesz a büntetés, hogy 3 évet, tehát úgy fejezzük be, hogy addigra kész legyen. Eredeti helyszíneken csináltuk, és ez nagy forradalom volt a maga idejében. Kivágtuk a falakat néha egy kamera beállítás miatt, egyszerűen áttörtük, és csináltunk egy kameralukat, hogy nyerjünk egy métert vagy 2 métert a kistotál készítéséhez. A technikai megoldhatatlanság, csiga lépcső, illetve ilyen spirálba ment fel a második emeletre a hátsó lépcső, mert a szerep szerint, hogy ezek beszöknek a szállodába. Igen, ám, de milyen eszközökkel? Hát spirálban ugye akkor még nem lehetett kamerát. De mondom, hogy kézből én megcsinálom. Azt mondja, de hát hogy, azt mondja, előtte kell menni, mert ők fölfelé. Akkor mondom, én majd háttal megyek fölfelé. Az nem, hát nem. Hát mondom, próbáljuk meg. És neki ment, elősőre nem sikerült. Mondom, figyelj, de itt egyszerűen kellene nekem egy támasz, mondom, a Margitnak, a barának.
Mondom, valami módon itt meg kéne állni egy pillanatra, hogy én áthelyezhessem a testsúlyomat, meg a lábamat is, meg megkeresem a következő lépcsőt erről a kis platóról. Szóval fölgyalogultunk a üzébe hátrafelé, és aztán utána ott még meg is fordultam, mögéjük kerültem, és a hátuk mögül követtem tovább őket. Ezekről rendszerint a rendezők nem is tudtak, tehát örömmel vették, hogy ott azt mondja, hogy jó volt, hogy ott kitalált, elakadtak, stb. Íme a magyar ötvös művészet egyik szép remeke, László király Hermája. Az arany szoborfej a filmeseket is megihlette, eltűnését és kalandos megkeresését ifjúsági filmben dolgozzák fel. Az angol-amerikai-magyar koprodukcióban készülő filmet különleges cineráma rendszerű géppel fotografálják. 63-ban, a második vagy a harmadik világháborúnak a robbanása előtti pillanatokban, a kubai válságra gondolok, hogy amikor lelepleződött, hogy a szovjetek telepítették Kubát rakétákkal, de mi akkor kezdtünk el itt ilyen kulturális diplomáciát, és idehozták a cineráma, az egykamerás színerámának a produkcióját, és felállt, nem tudom, hogy az Isten áldása ez, vagy mi az Isten, ott is engem szemeltek ki, mert úgy látszik, hogy én voltam az egyetlen személy, vagy nem tudom miért, hát ha elszúrja, vagy izé van, akkor legalább jól izé úton megszabadultak tőlem. A magyar főoperatőr Hildebrand István várja az angol rendező James Hill utasításait. Úgyhogy kivittek Londonba, 3 napra bezártak, mint a pápa választáskor, bezártak minket egy lakosztályba, a londoni Hiltonba, ott volt a cineráma feltalálója, ott volt a Tom Conroy, aki aztán később Pestre, és őt a producer, ott volt a londoni követségünkről egy diplomata, tehát egy kultúrdiplomata tolmácsként, meg ott voltam én, és középen ott volt a 3,5 mázsás szerkezet, a cineráma, az egy kamerás 3 napig, ott szétszették, összeraktuk. Újra szétszedtük, újra összeraktuk, szétszedtük az optikai rendszert, ábrákat, volt egy ilyen nagy tábla izében, ott rajzolgattak, és hát próbáltam megérteni, hogy miről van szó. Filmkép az egy folyamat, ott elindul valami az első percben, és elmegy a 95. percig, egyfolytában az egy cselekmény sor, az egy, és azon belül millió és egy dolog lehet, ami mind más és más eszközöket, meg nem tudom miket, igényelhet. De ha nem vagy azon a
frekvencián, aminek a sugárzó indítéka, a forgatókönyv, meg a rendező szándékai, és te ezt nem tudod láthatóvá, ha nézőt nem tudod a hatásod alá vonni a magad eszközeivel, akkor nincs katalizis, néző nem jött sehova, nem drukkolt, nem jött, unatkozott, ásítoznak, hazamennek, elmesélik, nem mennek többet a moziba. Jó, hát ha nem tetszik, akkor én tudok mást is. Akarsz valami ultra modernet, ami megdobogtatja hideg, magányos, elidegenedett szíveket? Mondd, akarsz velem fesztivált nyerni, aranysernek, aranypálma, aranynimfa, arany oroszlán, vagy valami hasonló? Parancsol! Fekete kanális, fáj ez a banális létezés. Beteg a halál is, elfog a spirális kétkedés. Ellopott harangnak néma kongása, ki nem élt haragnak bársony a folytása, a Bábel tornyának süket a portása, szomorú vasárnap fekete forrása. Viszki, itki, Monika Vittinek vagyok a kortársa. Én hiszek a művészfilmekben, sőt, támogatom a művészt, de abban nem hiszek, hogy mindig, mindenütt, mindenki, minden pillanatban, bárhol mindig művészfilmet akar csinálni, és díjat, vagy Oscar-díjat akar nyerni. Filmen egyértelműen mesélni kell tudni. Itt van Várkonyi. Jó, Várkonyi, atya. Egyszer csak megjelent. Aztán, hogy kerültünk, hogy válogattak össze minket, mert akkor ugye hivatalból volt, még nem a rendező választotta a munkatársakat, hanem valahonnan a, nem tudom, vagy a pártitkár, vagy az igazgató, vagy az osztályvezető, nem tudom, hogy működtek ezek a dolgok. Nem is érdekelt az az igazság, és egyszer csak ott volt köztünk. Nem azt ő. Miért cserélted ki a mikrofilmet? Nem értelek. Azt sem érted, hogy miért küldtem vissza Schmidtet? Melyik őtök csinálta? Felej. Tessék. Államrendőrség. Kérem, én semmi törvényellenes. De nem, hát az égvilágon semmi. Állj! Azon nem odaszóltam! Színházi területen ő nagyon forradalmian új dolgokat tudott csinálni, és az ott is, és meg is valósította. Tehát ő nagy egyéniség, nagy személyiség volt, nagyon nagy hatása is volt. Tehát
szimpatizáltak is vele, ő is szimpatizált, tehát már a rendszerrel, meg, tehát megértették egymást, és hát halálpontosan végre is hajtotta mindazt, amit elvártak tőle. Abban volt a biznisz, tehát azon keresztül tudott magának olyan eszközöket megteremteni, ami másnak nehezebb volt. Milyen ember volt Várkonyi? Hát milyen szemszögből nézve? Hát a te szemszögedből. Az én szemszögemből nézve egy... Nem válaszolok. Sokat dolgoztunk együtt, nagyon sok filmet csináltunk, nagyon sokat vitatkoztunk, de jó indulatú viták voltak. Követelte az ellenvéleményeket, de a színésztől is, a kollégáktól is, mindenkitől várta. Mindig azt mondta nekem, hogy ez azért szeret vitatkozni, mert tulajdonképpen a vitát érzi a maga elképzeléseinek a hitelességét. Tehát, ha ő meg tud küzdeni, akkor biztos, hogy úgy érzi, hogy neki van igaza, tehát jól csinálja azt, amit csinál. De amikor okos emberekkel, akkor színész, ellenjavaslatot tesz, és azt mondja, hogy te Zolikám, én úgy képzelem, hogy, és meg tudja magyarázni, hogy miért, lélektanilag, pszichológiailag, az események folytán, a forgatókönyvnek egyéb vonatkozásai miatt, akkor ő hajlamos volt arra, hogy azt mondja, jó, akkor csináljuk meg úgy is. Amikor kétségei voltak, akkor azt mondta, jó, akkor csinálunk egyet neked, egyet nekem, és egyet a Hildának, mert neki is más volt a véleménye. Tehát háromféleképpen csináltuk meg ugyanazt a jelenetet. És aztán később eldőlt a musztereken, ugye mind a három megjelent egymás után, ott eldőlt, hogy kinek volt igaza, nagyokat röhögtünk, meg gratuláltunk neki, neked volt igazad, ő fizette a kávét vagy a sört, tehát barátilag mentek ezek a viták. Az a profi, az a tehetséges és szakmailag az a képzett, aki azt is tudja, ami nem fontos. Arról nem kell költeni, nem kell időt veszteni rá, nem kell foglalkozni vele, komoly dolgokkal kell foglalkozni. Tehát nem csak azt kell tudni, ami fontos, hanem a legfontosabb azt tudni, hogy mi az, ami nem fontos. Hát itt is, ugye, ez a nagy pesti árvíz. Ezt millióféleképpen meg lehetne csinálni. Csak azt mondtam, hogy kérem szépen, hát egy... strand, egy használaton kívüli való Pest környéken biztos van. És föltöltöttük a strandot. Oda voltak ugye beépítve a díszletfalak a vizébe, tehát ez egy pesti városrésznek, hát még utcáicskái is voltak, meg itt volt olyan ház, ami hátulról traktorral meg kellett húzni a főgerendáját, és aztán beledől, a tetején ül vagy 20 ember, és azokat bedönti, hogy ahogy a valóságban is somlottak ide a strandon. Előre megbeszéltük, hogy este mindig beszámolunk egymásnak a következő napi teendőinkről. Én jártam terepszemlékre, amikor együtt forgattunk, én csináltam próbafelvételeket, én vettem a díszletet, minden rajtam keresztül bonyolódott az ő képviseletében. Na most hát ezekről mindig beszámoltuk, és megnéztük az aznapra kiírt holnapi anyagot, mi lesz, és akkor na ezt hogy kezdjük, vagy mind kezdjük, ő hogy képzeli el, én hogy képzelem el, tehát elkezdtünk éjszaka vitatkozni, vagy igen, vitatkozni szoktunk, tehát telefonon. De éppen fiatal házas voltam ebben a korszakban, tehát feleségem, köztünk volt a telefon, egy ilyen kis izén föltéveszt voltam én, és itt volt a Várkonyi köztünk a telefonnal, mert más dolgunk is lehetett volna, de hát ott órákon át ment, és én néztünk, és lapozgattam, és az asszony már aludott, meg türelmetem, meg dögdösszött, hogy ezt most ne. Szóval ott megbeszéltük a másnapi forgatásnak a minden részletét. Tehát amikor reggel megjelentünk,
ott már nem volt vita, ott már nem volt, ezért minden pontosan tudtuk, hogy ide jön a gép, tegyél bele egy 50-est, ide csináljatok egy sínt, aminek a vége ott majd elkanyarodik, tehát mindent úgy nagyjából tudtunk. Farkasok! Parancsoljanak! Jódó Tanaka japán professzor klinikai felvétele. Egy originál exitus. Mit szól hozzá, Leng? Egy originál exitus. Pompás! Az mi, Leng úr? Haláltusa, Pitike. Eredeti haláltusa. Alkotótársnak hittet. Ő elmondta azt, hogy mi zajli, minek kell lezajlania egy színésznek az adott jelenetben. Az én feladatom meg az volt, hogy támogassam meg. Sőt, volt, amikor felhívta a figyelmet, hogy most szükségem van ennek az embernek a fizikumára, ennek az embernek a külső megjelenésére, de szükségem van ennek a belső érzéseire. A filmben az együttes hatás, az nem szabad külön-külön kiemelni. Ha egy operatőr teljesítményét dicsérik, akkor valahol hiba van. Akkor valahol elvált az egésztől. Nem szabad külön érzékelni a nézőnek. A szakértőknek igen, azok értékelhetik külön-külön egyenként is. De a nagy közönségnek nem szabad. Az egészet együtt, egységesen kell, hogy értékelje, hogy élvezi, hatása alá került-e, drukkol-e valakiért, vagy pedig egységesen unatkozik is meghal. Tehát ha ez nem sikerül összhangban létrehozni, akkor baj van. Tehát ez csapatmunka. Bányácskára. Az jó, ott jó ozsonnát adnak a vendégeknek. Ne menjünk most Bányácskára. Anyám azt mondja, estére vár minket. Ha nem érünk oda estéig, majd odaérünk reggelre. Psziché az zömmel rögtönzés. Tehát ott csak az kellett. Tehát ott már mondjuk tudni kellett, hogy mik azok a határértékek, ameddig a hülyéskedésben el lehet menni. Ugye ezeket hülyéskedésnek tartották, szóval senki nem vette komolyan, hogy ebből holnap élvezhető kép lesz a vásznon. Hát mutattam fotókat, tehát volt, amikor, mint egy karácsonyfa, olyan volt az a kis felület, amit úgy hívnak, hogy objektív. Hát arra az úgy meg volt tüzdelve, evvel, avval, ott még jobbra tőle, még ott is lógott valami. Ott szabad volt a játék. Ott jöttem rá arra, hogy nincsenek szabályok. Mindaz, amit úgy tanítani próbálnak, vagy mindaz, amit törvényszerűen van rögzítve különböző szakdolgozatokban, itt-ott, az mind értelmetlen
fölösleges hülyeség. Tehát tehetség kell, alkotókészség, tehát olyan, hogy az ember föl legyen készülve arra, hogy vannak kritikus pillanatok, és akkor tudni kell azt, hogy ennek ez annak mindig az a határa, és azon túl, ha az ember nem megy, azon belül mindent lehet variálni mindennel, addig, amíg a kép egyben marad. És pláne, hogyha még az is a feladatod, hogy lehetőleg két kép ne legyen egyforma, vagy két jelenet ne legyen egyforma, hanem mindegyik más időben, más térben játszódik, vagy nem létező térben, tehát addig nem ismert fogalmak körében legyen a jelenet megkomponálva. Tehát ezek voltak a pszichének a nehézségei. Ilyen filozófikus gondolatokat kellett tárgyi eszközökké formálni. Soha többet nem vállalnám, persze. Emlékszel az első találkozásotokra, Bódival? De nagyon hasonlított a te veled való találkozásomhoz, mert akkor találkoztunk először, itt, ugyanúgy, az ajtóban, vagy mit tudom én, ugyanúgy nyomtam a csöngöt neki, és bejött. Ez az első találkozás, mondta, Bódi Gábor vagyok, Hildebrand István vagyok, és kész, és hát nem tudtunk mit kezdeni egymással. Vártam, hogy valahogy el fogja kezdeni, ugye? Mert valahogy el kell kezdeni, hogy szia vagy. Nem kezdődött sehogy, mert itt szólt a zene. Azt mondta, hogy szeretné, hogyha piros-fehér zöldben játszodna egy hamis hazafiság jelenete volt, az a bizonyos bálott a pszichében. Na itt a másik őrület, hát ez már ma is, hát itt a tipikusan egy rendezői állás, ugye, hogy a halált vállalták azért, hogy jelen legyenek az eseményeknél, hát mi ott úgy nagyjából elhelyezkedtünk, de nézd meg, hogy ül ez itt, és aztán, hogy mentünk, ez a halálhoz vezető út. És ő mindig szeretett a kamera szemszögéből, de nem a kamerából, hanem a kamera szemszögéből, mert a legtöbb rendező ugye a kamera mellé állt. De ha már alé ment egy méterrel, mert már pedig annyira szükségszerűen ment arrébb, nem azt látta, ő tudta, tehát ő lehetőleg mindig irányból nézte a jelenetet. Fantasztikus, hogy mi zajlott ebben az emberben. Ti egyébként harmóniában tudtatok egymás mellett dolgozni? Nagyon. Mindenfajta. Nézd meg, hát itt, miközben ő tépelődik, nézd meg, én mosolyom, mert meg van oldva, szóval én már megoldottam. Ő nagyon magasan járt a föld felett, lila ködökben. És ez a forgatásnál is néha előjött. De körülötte voltak azért azok a fiatalok, akik úgy fönntartották a forgatás alatt legalább az ipari körülményeket, hogy reggel 8-kor kezdünk, és délután 5-ig dolgozni kell. És előfordult, hogy mondjuk, ha 10 előtt nem sikerült kibogarászni az aznapra elképzelt álomvilágot, hát akkor rögtönözni kellett. De hát ott voltak tényleg a jó barátai, tehát mai napig is tisztelem és becsülöm őket, mert nagyon kitartottak a Gábor mellett. De idegileg nagyon, nagyon megterhelő volt. Viszont hihetetlenül okos, gondolkodó, nagy fantáziával megáldott alkotó volt. Életem során 10-nél több, nem mondok pontos számokat, mert ugye ezek is újabb meg újabb ismeretek folytán kiderülnek, hogy egy azon forrásból ered az ok, meg az okozat, ugye, mondjuk az öngyilkosság,
szinte 10 fölött van jóval a száma ezeknek, akik így vagy úgy feladták. Én nekem jó időben tudomásomra jutott a rólam írt jelentések zöme. Saját szememmel, saját kezemmel. Kétszer ajánlottak engem Kossuth díjra a pályám során. Éppen az adott pillanatban történt filmek, mert összehasonlítva az elmúlt év vagy elmúlt két évnek a filmjei közül valahogy kiemelkedtek akkor ezek a produkciók, de soha nem kaptam meg, és aztán 10 évvel később, vagy 15 évvel később a kezembe került egy dosszié, ami rólam szólt, azokról az emberektől jelentve, akik én akkor sejtelmem sem volt, tehát elképzelésem sem volt, hogy milyen mocsok módon, miket jelentettek rólam. Téged soha nem környékeztek meg azzal, hogy legyél a rendszer jó embere? De. Jelents. Hogy nem, arra tudtak, hogy képtelen vagyok, mert engem a nagyapám nevelt, aki a Count K-ban Doberdó, meg isonzott környéki meséket mesélt nekem, és ott a katona becsületről, meg ilyenekről volt szó mindig, amiket meséltem a csecsemőkoromban. Engem a nagyapám nevelt, vagy nevelt emberré. De nem magadtól távoztál a filmgyárból? Nem magamtól távoztam. Magamtól távoztam, mert megadták a lehetőséget, hogy mondjam szó szerint. Ugye azt mondták, hogy magamtól, vagy magadtól mész el, vagy fegyelmi úton kívánsz. És ennek indoka az volt, hogy politikailag kezelhetetlen, a közösségre pedig nem a pontos szót akarom idézni, a közösségre pedig destruktív hatású a magatartásom. Ez volt a joga. És akkor mondom, köszönöm szépen, letettem a kamerát, ráköptem a filmgyár kilépő ajtajának a küszöbére, és azt mondtam, hogy én többet soha nem veszek a kezembe kamerát. Ezek a lexikonok, meg nem tudom, mennyek hívják őket, hogy 30 vagy nem tudom hány filmet csináltam. Ez a hivatalos. De mennyit csináltál? Hát, majdnem 100-at. Hát ezek a merengő képek, ezek annyira jellemzők voltak rám, hogy úgy el tudtam merülni, hogy mindig felráztak időnként. Az volt egy büszke, jó kép volt. Milyen makas büszkeséggel ülünk ott, mint a verebek a dróton. Jaj, de hülye népség ez tulajdonképpen, amikor így sokan összejöttünk, ez borzasztó így nézni, nem? Hát látszott itt egy normális embert? Mm-hmm.